Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. 5 éves a karitatív testület. 2015 őszén 14 debreceni jótékonysági szervezet összefogásával fogalmazódott meg az a gondolat, és aztán öltött formát, hogy összefogva hatékonyabban tudjanak segíteni a szükségben élőkön. Az elmúlt 5 évben több ezer családhoz, rászorulóhoz jutott el a segítség. Köszöntöm a stúdióban Balog Barnabás lelkészurat és Kis Ábel Lukácsot, a Dorkász Szolgált Alapítvány igazgatóját. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Áldás békessége, szép estét kívánok. Jó estét. Dicsőség. Ugye abban a minőségben hívtam önöket ide, hogy a karitatív testületnek az elmúlt 4 esztendőben hol lelkészúr, hol igazgatóúr volt az elnöke, önök vitték a vállukon, ha szabad így fogalmazni ezt a testületet. Na de nézzük vissza, 5 évvel ezelőtt mi hívta életre ezt a testületet? Egyrészt úgy érzem, hogy a kényszer volt akkor, hogyha kicsit visszalapozunk, ugye Debrecenben volt egy menekültábor, és akkor már elkezdtek özönlen a menekültek, és ez a kényszerhelyzet csak a szikrát adta hozzá. Isten arra használta ezt a pillanatot, meg ezt az időszakot, hogy mi összefogjunk nem csak az ő érdekükben, hanem a debreceni rászorulók érdekében. Hiszen láttuk azt, hogy az összefogásnak áldásai vannak, vannak, akik másért fognak össze, mi a jó érdekében fogtunk össze, és a karitatív, és egy kicsit tovább viszem az alliterációt, hogy kvantitatív, meg kvalitatív, kvalitatív, tehát a mennyiség és a minőségi szolgálat nőtt ki ebből az összefogásból, mert én nem magam felé mutatok, hanem elsősorban Dia, a alpolgármester asszony Széles Diana volt az, aki fölkarolta nyilván az önkormányzat részéről ezt a gondolatot, és ő volt az, aki aztán végül összehívta, és én elnökként kezdtem el építeni ezt a szervezetet. Nagy öröm volt látni azt, hogy a kezdetleges bizonytalanság és bizalmatlanság hogyan nő tényleg ezért a nagy összefogássá Debrecenbe. Én örömmel gondolok vissza erre az időszakra. Ugye 14 szervezetet összefogni, hát mindenki a maga területén ott van, segít, ahogy mondta, bizalmatlanság is az elején megfogalmazódott, hiszen persze ugyanaz a cél, odafordulni a rászorulókhoz, de összefésülni, hogy mindenki pont ugyanabba az irányba menjen, mert gondolom, az nem volt kis feladat. Nem, és nyilván, hogy különböző szemléletű emberek voltak, mert nem mindegyik keresztény szervezetként jött, mint akár csak mondjuk a Dorkász, vagy a Caritas, vagy mások. Ugye voltak egészen világiak, vagy mondjam azt, hogy más oldalról közelítettek a témához. Viszont mindenki fontosnak érezte ezt az összefogást, hogy Dombos Tanyától kezdve akár a Pacikertig, vagy bármeddig nyúljon Debrecen határa, megkeressük a rászorulókat. És hát óriási munkát ebben nem csak a szervezetek végeztek, hanem az a Reichert Tünde, akinek mindig egy remek ötlete volt, nagyon jó tudta megszervezni a gyűléseket, összehívni, összehangolni olyan dolgokat, amire nekünk nem ért, mi nem értünk rá, ezt éppen, vagy majd Ábel jobban tudja, hogy a később időben hogyan alakult ez, de én nagyon hálás szívvel gondolok rá is vissza, és az alpolgármester asszonyra, aki tényleg ők ikonikus alakjai maradnak, vagy maradtak a karitatív testületnek. Mi volt az első visszajelzés a rászorultak részéről, hogyan fogadták ezt? Ők nem érezték, hogy ez egy összefogás, viszont nekünk esett nagyon jól, amikor tanszergyűjtés volt, vagy amikor az egyik gyűjtött, és a másik el kellett, hogy vigye, vagy fölhalmozódott itt-ott egyik szervezetnél valamilyen adomány, és akkor nekünk szóltak, hogy nektek van szállítóeszközötök, megvannak a rászorulóitok, vigyétek el. Tehát ezt azért nagyon nagy örömmel éltük meg, és most nem akarok neveket mondani, hogy senki ne érezze rosszul magát, aki kimarad, de az egy óriási, tehát nagyon jó volt, ennek jó üzenete volt a város felé, az emberek felé, hogy most együtt gyűjtünk, együtt osztunk. Tehát az összefogás és az összetartozásnak hihetetlen jó üzenete volt. Ugye volt egy elindulás, és aztán jött az, amikor már a napi működés, napi rutiná kellett, hogy váljon. És ez most még egyelőre kettőjükhöz szól, valóban mind a kettőjük ez a kérdés, hogy mennyire volt hajlandó a 14 szervezet abban a fajta együttműködésben gondolkodni, hogy én most visszavonulok, nem a saját arcomat akarom képviselni, hanem itt az ügy a fontos.
Nagyon nehéz volt, és ez valóban szervezet felé is, azt mondom, én akkor a szeretetszolgálatnak voltam a lelkész igazgatója, ezt az összefogást sokszor befele is meg kellett védeni. Tehát nem mindenki értette meg a szeretetszolgálatban keretén belül sem azt, hogy ezek nem konkurensek, hanem az együttműködés előré fog vinni. Tehát nekünk most melyik pólóban jelenek meg? Tehát volt, amikor ilyen kicsinyes kérdés is felvetődött, én azt mondtam mindig, hogy az a nyomorult a fontos, az a rászorult a fontos, meg az, hogy a legrászorultabb. Tehát ahhoz jussunk el, hogy most zöld pólóba vagy a karitatív testületnek a jelvényével, vagy a mellényével eljutottunk, és én azt hiszem, hogy nagyon hálás szívvel gondolunk olyan családokra, ahol kályhát tudtunk vinni, iskola csomagot tudtunk, az egy kis szobás lakásban, a három gyerek újongott. Gyönyörű képek vannak még az emlékezetemben. Ön hogy emlékszik erre? Az összefogás hogyan sikerült megtartani? Igen, amikor én átvettem a stafétát előző leköszönő elnök úrtól, nekem két feladatom volt. Az egyik az, hogy azt a gyönyörűen kialakított medret továbbássuk, és elkezdjünk növekedni is. És ebbe szerintem a szervezetek, akik már beléptek, eleve felérték ezt, és lehetőséget láttak ebben. És hadd említsem meg azt, hogy itt ugye a gondoskodó városprogramon belül éltük ezt meg, tehát több országos szervezet van, de tudtuk azt, hogy itt Debrecenben, itt a karitatív testületen keresztül vele együttműködve kell együtt segítenünk a rászorulóknak, és én, amit folyamatosan hangoztattam, és éreztem a pozitív visszajelzéseket ezzel kapcsolatban, hogy nem versenytársak, hanem szövetségesek vagyunk, együtt sokkal könnyebb, mint külön-külön, és én úgy gondolom, hogy a társadalom is ezt várja el tőlünk, hogy összehangoltan segítsük a rászorulókat, mert ez így sokkal logikusabb és hatékonyabb. Na és a hatékonyságot mondjuk a gyűjtés szempontból, mert azért nézzük meg azt az oldalt is, akik adnak, hogy oda kerüljön majd a rászorulóhoz. Velük, nekik milyen üzenet volt ez, hogy egy közös platformmal jelenik meg a karitatív csoport? Igen, szerintem nem véletlen, hogy Debrecenbe jött ilyen egyedülálló módon és először létre. Szerintem a debreceniekben benne van ez az egységben az erő, és ugyanígy a társadalomnak az a része, akik, ha nem is közvetlenül, de rajtunk keresztül szeretnének segíteni, szeretik az átláthatóságot, szeretik a hatékonyságot, szeretik látni a változást és a fejlődést, ugyanis a másik elmondatunk, hogy nem fenntartani szeretnénk a szegénységet, hanem megoldani. Tehát az első lépés az, hogy meglássuk, hogy igen, élnek körülöttünk olyanok, akiknek segítenünk kell, hogyan tudjuk ezt megtenni úgy, hogy elérjük őket, de azzal a mozdulattal, ahogy élelmiszert és ruhát adunk neki, meg is kérdezzük, hogy miért éhezel, és miért nincsen rajtad ruha, mi ennek a következménye, és milyen programmal tudunk úgy segíteni, ami ebből kiszakít, szóval jövő héten vagy következő hónapban nem kell visszajönnöd az adományért. Mi a tapasztalat? Mennyire vált jó gyakorlattá mondjuk ez a kérdéssor? Mennyire sikerült úgy oda fordulni a rászorultakhoz, hogy tényleg megérezzék, hogy ez nem csak egy egyszeri segítség, hanem egy kitartó segítség, de akár élet és szemléletformáló. Azt látjuk amúgy az elmúlt 5 évben, hogy minden évben ezres számmal nő azoknak a csomagoknak a száma, amit ki tudunk osztani, az összefogás mértéke, a rendezvényeinknek a száma, és a programoknak a színessége is, hogy különböző célcsoportokat, különböző eseményeken meg tudunk szólítani, és most már ugye egy 27 szervezetet számláló összefogásról beszélünk, tehát ez egy maximálisan egy sikertörténet, mert látják az emberek, hogy nem arról van szó, hogy na itt mindenki ingyen össze-vissza a névtelen nagy tömegekbe, hanem ugyanúgy amúgy, ahogyan a Dorcas is országszerte, itt Debrecenben is, ahogy említésre kerültek különböző kertségek, tanyavidék, vannak helyi vezetőink is, helyi olyan akár lelkipásztorok, akár egyesületek vezetői, akik ismerik a rászorulókat, és tudják, hogy kinek kell segíteni, mikor és hogyan, és kinek mi az, ami éppen segítség. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy maximális növekedés látszik a módszerben is, és a hatékonyságban is. Milyen jó lenne, hogyha minél több város átvenni ezt a jó gyakorlatot? Bárcsak így lenne. Isten éltesse a karitatív testületet. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.